A helyszínről, illetve Verdáról lehet következtetni, hogy ki a vendégem, hogy kivel töltöm a mai napot. Ha pedig azt mondom, hogy Trabanton szállni élvezett, akkor meg végképp kitalálják, hogy Siposev Tamással fogom tölteni ezt a mai napot. Igaz, hogy a felvétel időpontjában egy kicsit még esik a hó, hiszen április közepe van, és mindenki arról beszél, hogy havazik, de mi nem vagyunk fel a Tamással, és azt csináljuk, hogy egy trabi kabrióval fogjuk szelni a habokat, és ő még nem tudja, de rá fogom beszélni, hogy ő vezessen. Tartsanak velünk, Siposev Tamás a vendégem. Szupergép, ez nem ámítás, a legjobb öltönyöm meg elszakadt. Izomból tekerem a kormányt, tövékbe nyomhatom a gázpedált. Messze van még Amerika. Tessék! Tamás! Ah, Ati! Istenem! Hova hoztalak? Mind a tiéd. Egész vagyonos csávó vagyok, akkor ezek szerint jól van, jó helyre hoztál, de örülök. Egyébként meg nem értem, hogy mi közöm nekem ehhez az egészhez. Hát a Trabanton szállni élvezett. Láttál már egy Trabantot egyszerre? Hát nem. El is vagyok csodálkozva, hogy hogy lehet az, hogy én még itt soha nem jártam. Vezettél már Trabantot? Igen, még amikor kicsike voltam. Volt egy barátnőm ugyanis, annó, még nagyon régen, akinek állatorvos volt az apukája faluhelyen. És volt egy ilyen kis verdája, és mi száguldoztunk leföl Trabanta, és hát csináltunk úgy ezt meg azt a Trabantban. Értem. Na, akkor bemutatnának a tulajdonosnak, a Go Trabi Go tulajdonosának, akinek rengeteg-rengeteg Trabantja van, és hát rendelkezésünkre bocsát egyet, kettőt, hármat, négyet. Emberbaráti szeretetben. Parancsolj. Köszönöm szépen. Csodálatos. Kedves Tamás, szervusz. Uram, mély tiszteletem. Örülök, hogy találkoztunk. Igazán szép az, amivel foglalkozol. Hány Trabant van itt tulajdonképpen? Itt jelenleg 45 darab Trabant van. Ezek a Trabantok, hál' Istennek mindegyike üzemképes rendszámmal rendelkezik. Tamás, egyet szeretnék kérni, hogy egy kicsit kimelegedhessünk. Én itt kinéztem magamnak valamit. Mesélnél erről a csodajárgányról? Úgy tudom, hogy az egyetlen hátsó kerékhajtású Trabant Magyarországon. Igen, ez egy elmebeteg Nézzük Trabant. Meg. Mert ennek az a különlegessége, beleraktunk két szobakerékpárt, és a hátsó hajtást azzal értük el, hogy itt összekötöttük a hátsó tengelyt egy bicikli lánccal. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mivel az idő eléggé most a mai napon, ezért egy kicsit bemelegítésként menjünk bele egy kört. Igen. Melyiket választod? Hát én ezt az oldalt szeretném meglovagolni, így, nemes egyszerűséggel. Ezt a mindenit. Nos. Azért hova hoztalak, nem? Elképesztő. Na, jól vagy? Teljesen. Na akkor... Össze akartam. Hoppszá! Ám én mindig mellé tudom, ezt már múltkor is gyakoroltuk. Na, de mindig mellé csapok, lehet, hogy a dioptria ez azokkal. Nagyon jó. Kiváló. Micsoda áttétel vagy. Kérem szépen, micsoda erőkarok. Te miért akad le róla a lábam mindig? Nagyon jó. Micsoda lóerők passzírozódnak a homlokodra, Attila. A Trabanton szállni élvezett, gyorsabban száll, mint a képzelet. Olyan Trabantot látsz, amilyet eddig nem láthattál, mert egy van belőle. Jól tudom? Van több is nekünk ez az egy van egyébként, és elég ritka ő az. Ezt úgy hívják egyébként, hogy Trabant Alma, magyar mérnök készítette. Magyarországon összesen két darab van belül, az egyik itt van. És ez is ilyen, nem is tudom, milyen passzírozmányanyagból van? Duroplast! Ez másképpen szól. Egyébként igen, az műanyag, az fröccsöntött, ez pedig a maga az NDK-s duroplast. Tamás, keljünk útra, lesz, dizájnos. Ami lesz. Hát felhívod a családot? Meg. Nem. Majd... Valahonnan kapnak értesítőt, érted? Mi csak tegyük a dolgunkat is. Na, menjünk akkor! Trabanton szállni élvezett, gyorsabban száll, mint a képzelet. Nézzel és
gyorsabban száll, mint a képzelet. Döcög és fölfög, újnek a fa, az orrod alá dörgöl a kis fofa. Mennyit telt el, amikor elkészült a Trabanton szállni élvezet? Vagy Trabanton szállni élvezet helyesen? Igen. És a mostani pillanat között, hogy ismét Trabantot vezetsz? Én úgy gondolom, hogy 28 év, de azért most óvatoskodok, mert szerintem mi vagyunk a legtöbbában. Neked volt Trabantod egyáltalán, vagy neked látogatod soha? Vilmányi Gábornak volt Trabantja egyébként, aki a szövegét írta nyilván, hogy megélt élmények kapcsán, mert neki volt állítva a kettő is, hogy ő megszenvedett, igen. Ez nem mint a lúsú, nem is űr a hajó, csak neked zenél a kipufogó. Trabanton szállni, gyorsabban száll, mint a képzelet. Döcög és fölfög, az orrod alád. Trabanton szállnék döbbenet, hátul meg kijön a pöffenet. Sühök és fölfög, oly de kafa, az orrod alád örgöl a kis pofa. Trabanton szállnék döbbenet, hátul meg kijön a pöffenet. Sühök és pülfög, új de kafa, talán még civilben sem beszélgettünk arról, hogy hogyan kerültél te a zene közelébe, kifertőzött meg? Hát az úgy volt, hogy én jártam egy közgazdasági szakközépiskolába. Akkor volt egy osztálytársam, aki imádta a Beatles-t, és volt neki egy gitárja, és egyfolytában azon csattogott, és kisvártatva rájött, hogy nekem is lóg egy gitárom a szögön otthon, mert amikor még kicsi voltam, akkor klasszikus gitárt tanultam, csak aztán az abban maradt, és igazából nem foglalkoztam vele. És akkor meggyőzött engem a Zsolt, hogy csináljunk zenekart. Először is megtanultunk 5 akkordot nyilván, és utána pedig elkezdtünk Beatles dalokat megtanulni, és ahogy megtanultunk 3-at, 4-et, már saját dalokat is elkezdtünk írogatni, és aztán megszületett a zenekar, ami hát igazából azért annyira nem volt zenekar, viszont a nevünk az volt, hogy The Brockies. 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 Yeah, Brocky. Ugyan zenélni azért nem nagyon zenéltünk igazából, de hintettük a rizsát, és azért ez a csajoknak nagyon tetszett, tehát nagyjából így indult a történet. Mint mindenki másnak, gondolom, hogy neked is elmondták a szüleid, hogy jó van, édesfiam, értem, hogy zenélsz. Na de hát valami normális foglalkozás csak kéne. Ajaj. Erre te? Hát az volt, hogy amikor aztán később, évekkel később fogtechnikus tanuló voltam, és hát akkor már jócskán zenéltünk, tehát akkoriban, a 80-as évek elejéről beszélek, azért a magyar amatőr zenélés az nagyon-nagyon virágzott, tehát gyakorlatilag nekünk, amikor volt egy EKG nevezetű zenekarunk, akkor mi például a BEM rakpartot hónapról hónapra televágtuk. És aztán Bolla Zsolt, aki egyébként később a Sláger Rádiónak lett a program igazgatója, ő volt a dobos, és ő annyira komolyan gondolta, hogy hát akkor kezdjünk el befektetni egy saját cuccba. És akkor én ezt előadtam az anyámnak, hogy hát gyakorlatilag akkor én dobnám a munkát. Hát mire a szüleim azért hörögtek. Hát fiam, maximum
azután, hogy elvégezted a fogtechnikus sulit, és a többi, és a többi. De gyakorlatilag akkor az ő jó tanácsuk maximálisan pozitív volt, hiszen hogyha akkor eldobok mindent, hát vicces kudarc lett volna a vége. Aztán később, amikor 86-ban az Exotic beindult, és tulajdonképpen nekem, akkor már mint fogtechnikus dolgoztam, elfogyott minden nemű fizetett és fizetés nélküli szabadságom, és akkor egyszer csak, tehát én bementem reggel 9-kor, és 10-kor már eljöttem, mert egyszerűen nem értem rá fogtechnikusnak lenni, és akkor egyszer csak egy szemüveges ember odahajolt az arcomba, és azt mondta, hogy Sipos, magát segbe fogom rúgni, hogyha nem jár rendesen dolgozni. És akkor így megbögtem az embert, aki mellettem ült, hogy de Andris, ez ki volt? Hát azt mondja, hát a főnök. És akkor végül is nem is volt más lehetősége, mert másnap beadtam a felmondásomat, és lefaroltam. Még blindre, mert akkor még nem jelent meg az első Exotic lemez, hanem mit tudom, pár hónapra rá, aztán hála Istennek bejött, és akkor gyakorlatilag 88-tól én, mint főállású, úgymond zenész ténykedek. Ébredj kis haver, ordítva hozza a postás a levelet. Megérkezett, amitől féltél, ébresztő haver. Harsam a trombita szó és dob pereg. Álmoddal megint elkéstél. Tehát ezek szerint akkor az Exotic együttesnek a megvalósult sikere indított el téged úgy, hogy közismert lettél, hogy így mondjam. Hát igen, gyakorlatilag már az első lemez is egészen jól működött, aztán a második lett az Ominózus Trabant című lemez, és az pedig végülis minden lehetséges falat átütött, és akkor 89-ben így vált az Exotic az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarra akkoriban. Mesélnél erről a korszakról egy picit? 86-ban volt egy amatőrök országos rock találkozója, és tulajdonképpen az Exotic erre állt össze, ahová 600 zenekar benevezett, és akkor végül is mi jöttünk ki elsőnek. Tehát gyakorlatilag megnyertük, és akkor az volt a fő díj, hogy kapunk 3 szám felvételét a rádióban, és utána pedig minket le is szerződtetett az akkori egy darab Hungaraton. Aztán valahogy mégiscsak az történt, hogy parkoltunk másfél évet ott, anélkül, hogy bármi történt volna. És akkor egyszer játszottunk, ha jól emlékezem, 100 halombattán a bikini előtt. És akkor elkezdtünk beszélgetni a német Loizival, akinek tetszett a zenekar, és fölajánlotta a segítségét, hogy ő segít nekünk elindulni így a lemez felé, de akkor a Hungaratonon belül az egyik istállóból át kell, hogy menjünk a másikba. És akkor mi megtettük ezt a lépést, és akkor gyakorlatilag a Wilpert Imre főszerkesztő azt mondta, hogy hát fiúk, akkor tegyünk egy próbát, csináljunk egy kis lemezt, hogyha az elfogy 5000 példányba, akkor lehet nagy lemezetek. És akkor a 24x24 és ő csak ül számokkal megjelent ez az ominózus kis lemez. Persze, hogy elfogyott 5000 példányba, és akkor jött a nagy lemez, a Nézd rám tizedes, meg ilyen dalok voltak rajta. Hány évet élt meg az Exotic? Hát az Exotic tulajdonképpen mondhatni, hogy 86-tól 92 végéig működött. Hogy rázzuk a rongyot, nézd rám tizedes! Nézd rám, soha nem leszek ezredes! Hogy rázzuk a rongyot, nézd rám tizedes! Mi volt az Exotic, úgyis mondjam, felfüggesztése után veled? Hát az történt, hogy én megtudtam, hogy 93-ban rendeződik egy popfesztivál. És akkor gondoltam, hogy hát ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy én ingyen és bérmentve tudassam a nagy közönséggel, hogy én, mint Sipos F. Tamás, ugye szólistaként tovább folytatom. És akkor én megkerestem a Napóleon bulvár billentyűsét, az Erdész Robit. Aztán a vége az lett, hogy megszületett egy közös szerzemény, a Nincs Magyarázat című dal. És akkor ezen a bizonyos pop-rock fesztiválon kaptam egy közönségdíjat.
ami megkönnyítette a helyzetet, nem nagyon kellett kilincselnem. El is akadtam az EMI-nál, és akkor egy 5 éves szerződést kaptam. Felkerestem a Pierrot, és akkor a Pierrot-val közösen csináltunk 4 lemezt, amiből a legsikeresebb a második, a Nincs Baj Baby című lett. Volt-e valaha számodra, főleg az exotik korszak után, B-verzió? Hát igazából ezen nagyon nem gondolkodtam, mert eléggé határozott elképzelésem volt. A lehető legtöbb paramétert én akkor figyelembe vettem, és így úgy éreztem, hogy nem nagyon lőhetek mellé. Ne sír, kélek, én sem veszem a szívemre már. Nő vagy, és ezt elfogadtam. Én akartam, és bele is buktam, de nincs baj, baby. Úgy érzem, így is megéri. Nő vagy, mindig forró az ágy. Én mondom, hogy nincs baj, baby. A bizonyítván senki se kéri. Nő vagy, gyakran égessen a vágy. Kellett-e járnod, vagy jártál-e valaha énektanárhoz, hiszen hát erre tetted fel az életedet? Én az első exotik lemez felvételei előtt mentem el énektanárhoz, Sík Olga nénihez, mert azelőtt ösztönösen énekeltem, tehát olyan, hogy technika, én nem is hallottam olyasmiről, és végül is 3 hónap után én úgy döntöttem, hogy igazából én úgy érzem, hogy ezek az instrukciók bőven megfelelnek ahhoz, hogy ebben a popiporban, vagy rock zenei felületen nekem ez bőven elég, mert semmiképpen nem akartam volna, hogyha engem uniformizálnak. Mit mondtak a szülők, akik megdorgáltak tulajdonképpen, hogy te nem fogtechnikus lettél, amikor, hogy viselték, amikor te tényleg befutottál, és mindenki ismert téged, és hogy neked lett igazán? Nagyon jó az a kérdés, mert gyakorlatilag az történt, hogy ahogy az exotikkal elkezdtünk eredményeket elérni, megjelentek az első újságcikkek, onnantól kezdve az én anyukám elkezdte vagdosni és gyűjteni az újságcikkeket, és büszkén mutogatni a szomszédasszonynak, és a többi, és a többi. Tehát ő is elkezdte hinteni, sőt, mi több, aztán apukám pedig egy korabeli, ekkora VHS kamerával mindig jött a koncertekre, és rögzítette, bár igazából nagyon, hát nem volt jó operatőr a faterom. Abban a korszakban, amikor nagyobb ment a szekér, tudtál annyi, hogy is mondjam, pénzt összerakni, hogy ez neked biztonságot okozzon, mint szóló karrierista? Mondhatni, hogy igen, tehát én mindig számítottam rá titkon, hogy hát azért ez a szakma azért meglehetősen hullámvasút jellegű. Tehát a legjobb, hogy az ember a jó évek beszerzeményeit úgymond egy kicsit elspájzolja rosszabb időkre, úgyhogy hála Istennek, és akkor lekopogom, hogy ez a véna azért átlendítette egy-két kellemetlenebb periódusot. Hát a fiadról is beszéljünk akkor. Mennyire fertőződött meg, hogy érzed napjainkban, illetve amikor még kisrác volt, akkor kísérte büszkén az apukáját a koncertekre? Én ugye nagyon szeretek egyedül menni, szeretek merengeni a volán mögött. Sőt, mi több egyébként az emberbe, legalábbis nálam, az autóvezetés az a kreatív énemet egy kicsit elő is csalogatja, tehát az jót tesz mindenképpen. Úgyhogy én így, illetőleg eszem fel sem merült soha, hogy sofőr kellene nekem, mert viszont az anyós ülésen én aludni, vagy pihenni, egyszerűen képtelen vagyok, úgyhogy pont engem 2 fellépés között pont, hogy kikapcsolt az, hogy vezetek. Az egy jó dolog. A kérdésnek az a fele, hogy Dani megfertőződött? Persze, hogy megfertőződött, hát nyilván, hogy. Pár hónaposan ő már verte a taktust, aztán nyilvánvaló, hogy leginkább az a rockzenei vonal jelentkezett az ő ízlésében, amit én hallgattam otthon. Aztán amikor 10 éves lett, akkor jött neki a rap. Igen. Aztán végezetül egy nap olyan 16-17 éves korában közölte, hogy hát akkor ő az elektronikus zene iránt érdeklődik a legjobban, sőt, mi több, ugyan vegyek már neki egy DJ pultot.
Csak kicsit azért így kikerekedett, kiakadt a szeme pupillám kicsit. Aztán elgondolkodtam rajta, és végül is felmérve a Dani kiállását, meg hozzáállását, meg gátlástalanságát, úgy gondoltam, hogy mégis nem rossz az, amit ő választ, nem rossz az az út, amit ő választ. Úgyhogy gyakorlatilag azzal a feltétellel megkapta a DJ pultot, hogy ha nem tanul, akkor azonnal elveszem. Ezt eljátszottuk egy párszor, nyilván. Világos. És akkor hát tulajdonképpen most ő 22 évesen gyakorlatilag ebből él. Mit mondott neked? Volt erről szó, hogy jó dolog Sipos F. Tamás fiának lenni, vagy hátráltató? Hogy mert az apja nyomdokaiba lép, de hát az apja azért nagyon nagy sztár, stb. Volt ilyen nehézség? Beszéltetek erről? Igazából annak, amit ő csinál, köze nincs az én világomhoz. Tehát azért a DJ szakma ugyan a zenéhez kapcsolódik, az is köze nincsen ahhoz, amit mondjuk egy énekes vagy egy hangszeres zenés csinál. Teljesen más, két különálló világ, úgyhogy igazából ha akartam volna, se tudtam volna neki segíteni ebbe. De igazság szerint én úgy gondolom, hogy a legjobb az, hogyha saját maga elért eredményeiből táplálkozva tud egyre följebb kapaszkodni, az az igazi. Tehát én úgy gondolom, hogy szülői segítségnek ebben a szegmensben igazából nincsen helye. Hamarosan megérkezünk, hiszen a műsorunk címében is benne van, hogy házhoz megyek. Úgyhogy megköszönöm, hogyha beengedsz. Jézusom! Megköszönöm, ha beengedsz a hajlékodba. Nem. És akkor ott egy kicsit még beszélgetünk. Rendben. Alright, én a DJ vagyok a legjobbak közül. Mestefele elkezdem a dolgomat, és a fiatalság örül. Ez a legmenőbb hely, és a legtöbb jó fej, mindig ide jár, bulizni kell. S tudod, nem annyira meglepő, a fennakad egy bombonő, és nem egyedül néz ma el.